az elején mondanál egy percet, hogy ne trollkodjanak. Hogy ne trollkodjanak. Ahogy lecsendesíted liturgia előtt az embereket, hogy mondanál itt egy percet arról, hogy tisztelettel legyenek, úgy énekeljenek?
Dietmar nagy kegyét, előre zenglik ünnepét. Hetedik osztályban újdonság erejével hatott rám az adventi gyertyagyújtás. Pannonhalma előtt sosem vettem részt hasonlón, és emlékszem, nagyon izgatottan vártam az első alkalmat. Nagy csodálattal néztem az akkori végzősök előénekeseinek karát, és az járt a fejemben, milyen soká lesz az, hogy az én osztályom szolgálhasson az adventi gyertyagyújtásokon. A milyen soká most számomra igen távolinak tűnik. 5 év telt el, és közben 24-szer énekeltem. Jöjj el, Urunk, áldott üdvözítőnk, és segítsd árva néped. A csodálat végig megmaradt, nem csak az előénekesek, hanem az advent vasárnap esték iránt is. Veletek diákként már nincs több közös gyertyagyújtásom, de az biztos, hogy az antifónák dallamát magammal viszem az életbe. S fiúk, benneteket arra kérlek, hogy őrizzétek, és nyitott szívvel álljatok ehhez, a Pannonhalmán talán legszebben és legerősebben élő hagyományhoz. Thank you.
Mindenki jól lát? Mármint nem engem, hanem Jézust. De mégis, hogyan láthatnám meg? Hol van ő? Nézzetek a mellettetek ülőkre. Nézz a szemébe. Ő ott van. Ott van a baráti összenézésekben, a belsős poénokban. De ott van az idő, a stressz és a félelem által orcákra rajzolt ráncokban is. Ott van a fájdalmas ébresztésekben, és ott van a reggeli stúdium kómás hangulatában is. Ott van a komoly vagy komolytalan beszélgetésekben, és ott lenne a késő esti csetelésekben is, de persze tudjuk, hogy olyat senki nem csinál. Ott van a másikban, és ott van benned is, ha hagyod. Nem sokára hazamegyünk. Nézd a szüleid, hozzátartozóid arcát, ő ott lesz. Éld meg az otthoni melegben hömpölygő mézes kalács és begli illatát, ő ott lesz. Éld meg az ablakon át beömlő és a szobákat betöltő sötétségből felvillanó gyertyalángot, ő ott lesz. De ugyanúgy ott van az elfáradt, gondterhelt szülőnek könnyében is. Isten nagysága mindig a csendben nyilvánul meg. Csendben született és csendben támad fel. Mindenki jól lát. Mármint nem engem, hanem magadat. Te hol vagy? Hol vagy fizikai értelemben? Csak a falakat látod, vagy látod azt is, ami mögötte van? Hol vagy az elvárásaidhoz képest? Még mindig táplálod önistenségedet, vagy hajlandó vagy átadni a helyet annak, akinek jár? Bemered vallani, hogy szükséged van Istenre? Hogy nélküle nem megy? Legalábbis nem úgy. Hol vagy az Isten kapcsolatodban? Hol vagy az adventben? Sikerült ráhangolódnod a karácsonyra, a szeretetre, Jézusra? Vagy erre is csak úgy készülsz, mint egy dogára, utolsó pillanatban? Valamelyik nyáron tesóm és Siófokra akartak menni bulizni. Vonattal mentek volna, hiszen a park mentén az a legegyszerűbb. Viszont a vonat nem jött, több órát késett, és lemaradtak a buliról, pedig fel voltak rá készülve. Milyen sokat tudunk hőbölögni, ha nem úgy mennek a dolgok, ahogy mi szeretnénk. De vajon mi megtesszük-e azt, amit Isten szeretne, hogy tegyünk? Szerencsére karácsony időpontját tudod. Itt nem a vonaton múlik, hogy odaérsz-e vagy sem, hanem egyedül rajtad. Jézus készen áll. Te felkészültél?
Még akkor is, ha ősszüleinknek éppen semmi köze a szóban forgó témához, például a nyári vakációnk során történtekhez, vagy a munkahelyi intrikákhoz, vagy ahhoz például, hogy ma reggel a szomszédunk miért úgy köszönt vissza, ahogy, mert ugye mindennek van előtörténete. És nyilvánvalóan azért kezdjük mindig Ádámmal és Évával, hogy a hallgatóink, akik számára történetet elmeséljük, mindent értsenek, és egyetlen apró részletről sem maradjanak le. Megjegyzem, az sem utolsó szempont, ha a történet végére rajtunk esik meg a szívük, és mellettünk foglalnak állást, természetesen nem valamiféle elfogultságból. Ilyen karácsony környékén is, ilyenkor karácsony környékén is sok történet kell szárnyra. Felnőttek mesélnek gyerekeknek, idősek a fiataloknak, gyerekek a gyerekeknek. Mindenki a maga fantáziájának fényében színezi ki történeteit. Ha igaz az, hogy a történeteinket általában Ádámmal és Évával kezdjük, a karácsonyi történetek is törvényszerűen az első karácsonyig, azon bizonyos betlehemi éjszakáig vezetik vissza eredetüket. Pontosabban nem is annyira történetek teszik ezt, hanem a mesélőik. Ez a mese, már csak az időzítése miatt is, sem kivétel, a kezdetekig nyúlik vissza, hogy a maga színes képi eszközeivel felelevenítse mindazt, ami akkor történt, és adott esetben valami újszerűt is felfedjen előttünk, akik ugye akkor, 2000 évvel ezelőtt nem voltunk ott. Ez a történet arról szól, hogy hogyan tanult meg a kakas kukorékolni. Miután Mária életet adott fiának, gondosan pólyába takarta és maga mellé fektette a jászolba. És mivel a gyermek békésen aludt, a szülésben elgyengült Mária és egy rövid időre elszenderült. József sokáig csak ott ült a jászol mellett és gyönyörködött Szendergő jegyesében és a csöndesen szuszogó gyermekben. Az újszülött szépségét látva mérhetetlen béke töltötte be szívét, két szeme sarkában pedig az öröm apró könnyei jelentek meg. Talán még most sem akarta igazán elhinni, hogy vele történik mindez. Finoman meg is csípte magát, hogy kiderüljön, ez vajon a valóság, vagy csak álmodik. József nem álmodott. A gyermek viszont annál inkább. És valami nagyon szépet álmodhatott, mert olykor-olykor mosolyra húzta apró száját és kerekded arcát. Miközben Mária és a gyermek pihentek, József az istálóban és az istáló körül mindent csöndesen elrendezett. Egy vödörben friss vizet, majd egy nagy kosár friss szalmát hozott. Az istálóba bekötött ökröt szamarat megetette. Óvatosan közelebb húzta a jászolhoz őket, hogy leheletükkel a kisdedet melegen tartsák. Nagy testüknek köszönhetően az ablakszerű nyílásokon beömlő hűvösebb levegőt is felfogták, így a jászlat, a jászolban fekvő gyermeket és az anyját mindvégig melegen tartották. Az egyik ablakkal szemben, az istáló udvarán, egy fából készült tákolmány tetején gubbasztott egy tollas jószág. A hűvös miatt hol egyik, hol a másik lábát kapkodta fel, és húzta be hasa alját borító sűrű tollazatába, hogy azt felmelegítse. És mivel az udvar egy igen kimagasló pontján állott, lehetősége nyílt arra, hogy az eseményeket részletesen megfigyelje. A Jóisten, még Ádám és Éva előtt valahogy úgy tervezte meg ezt a törékeny jószágot, hogy kellő éberséggel, karakteres kiállással, a szél irányának és a sebességének változását észlelési jelző tarallyal áldotta meg. Miközben a Jóisten egy fura szerzemény két szárnyát vágta éppen formára, és azon tűnődött, hogy új kreálmányát milyen evilági feladattal bízza meg, egy óvatlan pillanatban a szárnyvégeket a kereténél rövidebbre húzta. Talán azért is, ezért is van, hogy a kakast repülni ritkán látod, s ha mégis az a produkció nyomába nem ér a költöző madara, kontinenseket, tengereket átívelő vonulásának. És hogy kárpótolja, ami fenn hiányként jeletkezett, lábaira olyan karmokat és sarkantyút biggyeztett, aminek köszönhetően a világ, s nem is a teljes világ, de legalább az udvar, legkét lábon földön álló lakójává tette. Azt mondottam volt, hogy ez a tollas jószág éber volt. Na jó, de az éberséghez szem is kell. A Jóisten két szemet gyúrt neki.
amelyet oldalasan illesztett a fejére, hogy az udvar minden szegletét egyszerre szemmel tarthassa. Így a délce kiálláshoz éber körültekintés, amolyan térlátás és különleges látásmód is párosult. Ha a fejét egyenesen tartotta, egyszerre látta a jobbat és a balt. Ha a fejét oldalasan fordította, maga elé és maga mögé is pillanthatott. Ha pedig a másik irányba billentette tarajos koponyáját, talán még azt is meglátta, hogy mit hoz a holnap, és azt is, ami már a tegnapi. Az udvarban nem ő volt az egyetlen szárnyas jószág. A tollas teremtmények egy korábbi szériája kapirgált az udvaron. Tarajuk eltörpült a kakas taraja mellett, de ahogyan azt már hallhattuk, ami valahol hiányzik, azt a természet máshol és máshogyan pótolja. Ezek a jószágok tudtak beszélni. Igaz, a saját nyelvükön tették ezt, de tudtak, örömteli vagy éppen panaszos kotkodácsolásuktól szinte folyamatosan zengett az udvar. A kakas beszélte ugyan a nyelvüket, érteni és értette őket, de amiről azok egész nap hadováltak, ahhoz sem hozzátenni, sem abból elvenni nem tudott és nem is kívánt. A saját hangját kereste, aminek köszönhetően kitűnhet a tollasok világából. És ahogyan az istálló udvarán, azon a fából készült tákolmányon gubbasztott, az éjszaka dereka felé, arra lett figyelmes, hogy hozzá egy picit hasonló, fényes, szárnyas lények lepik el az udvart és az istálót. Nem csak azokat látta, akik előtte, hanem azokat is, akik mögötte, nem csak azokat, akik tőle balra, hanem azokat is, akik tőle jobbra jelentek meg, attól függen, hogyan biggyeztette fejét. Jó szemügyre vette őket. Bátortalanul tárta szét szárnyait, hogy jelezze, ő amolyan rokon. A széles angyal szárnyakat látva, s némelyiknek hat volt, na ezzel nem tudott mit kezdeni, és a széles angyal szárnyakat látva szégyenlősen elpirult. Az angyalokból sugárzó fény betöltötte az udvart és az istálót. És minthogy úgy tetszett, nappal van, akkora fény volt, az első szériás szárnyasok, népi nyelven tikok, már is rázendítek. Akár volt mit mondaniuk, akár nem. A kakas meg csak állt ott szótlanul. Ej, mondta volna ő is, de a magáét, és nem azt, amit mindenki más körülötte. Az egyik pillanatban egy kisebb fajta mennyei kreatúra állt meg mellette. Ékkék szemével jól megnézte földi rokonszerűségét, hosszasan szemlélte taraját, csőrszerű képződményét, hosszú lábait, sűrű és színes tollazatát. Az angyal kitárta, majd összecsukta szárnyait. Vajon mit akarhat? Gondolta magában a kakas. Majd maga is kitárta, és összecsukta a szárnyait. Az angyal megismételte korábbi mozdulatát. Ez Aisze beszélni akar velem, fűzte tovább gondolatait a kakas. És ő is hasonlóképpen tett, kitárta a szárnyait, majd behúzta őket. Az angyal harmadszor is kitárta hatalmas szárnyait, és most talán szélesebbre, mint előtte. A kakasból kitört. Hallod-e te, ha vagánykodni akarsz, mondd meg, nem mindig tárogasd itt a szárnyadat. Ha meg beszélni szeretném, mondjad. Hát végül az angyal megszólalt. Hangja zengő hang volt, minden földi hangnál tisztább és áthatóbb. Azért jöttünk, hogy minden élőnek, aki az ég alatt lakik, hirdessük, megszületett a gyermek, aki megváltásával megújítja az egész teremtett világot. Társaimmal hamarosan szétszéledünk a föld színén, hogy személyesen adjuk át az örömhírt minden élőnek. Szárnyas rokonom, van-e kedved betársulni hozzánk, hogy a világ új hajnalát meghirdest? Kedvem még volna, szólt a kakas, csak épp azt nem tudom, hogy csináljam. Az angyal folytatta. Nem kell, hogy útra kelj, itt maradhatsz az istáló mellett, magam is itt maradok veled. A fejünk felett szikrázó csillag hívására úgyis hamarosan megérkeznek a környékbeli pásztorok,
akik azért jönnek, hogy meglátogassák és megcsodálják a gyermeket, és leburjanak előtte. Mikor megérkeznek, hangosan köszöntjük őket. Én azt mondom, Glória, te pedig ráfeleled, hogy in excelsis Deo. Ez egy más kérdés, hogy miért latinul beszéltek az angyalok. Mit szólsz? A kakas felismerte annak a lehetőséget, hogy valami rendkívüliben lehet része, hogy valami olyat tehet, amit előtte senki más, és így szólt. Égi rokon? Nem érhetne nagyobb öröm annál, hogy magam is egyike legyek azoknak, akik meghirdetik az örömhírt. Amit mondanom kell, attól félek, meghaladja képességeimet. Kemény csőröm, arra ugyan jó, hogy a magot felszedjem, vagy hogy a rakoncátlankodóknak oda csípjek. De sajnos túl merev ahhoz, hogy az ajakréses és ajakkerekítéses magánhangzókat megformázza. Egy próbát azért megérfelelt az angyal. Glória! Így az angyal. A kakas összeszedte minden bátorságát, köszölt egyet torkás, merev csőrét kitátva így folytatta. Angyal is hangosan felkacagott, de látva a kakas zavarát egyik szárnyával gyorsan eltakarta száját, nem akarta ugyanis kedvét venni. Majd így szólt a kakashoz. A hangok valóban máshogyan alakulnak nálad, de ettől a kedved el ne veszítsd. Próbáljuk meg még egyszer, szólt bátorítóan az angyal. Glória! Intonált az angyal. Érkezett a felbátorodott folytatás. A kakas egyre lelkesebben és egyre felszabadultabban énekelte az angyal után a reá eső részt. Már nem zavarta, hogy a hangok nem pontosan úgy kerekednek. Érezte, hogy saját hangja ércessége egyfajta csengéssel egészíti ki az angyali hang átható zengését. És az angyal végtére megkedvelte szárnyas rokonát. Szárnyát szeliden a kakas vállára tette. És örömteli mosolyal nyugtázta. Azt hiszem, készen állunk. A környéken szabad ég alatt nyájaik a törző pásztorok időközben megérkeztek. Az angyal társai kórusához csatlakozva belekezdett az örömteli glóriába. A kakas pedig átérezve a helyzet komolyságát és azt, hogy milyen nagyszerű dologban van most része, becsukta szemét. Lábaival és karmantyúival jó megkapaszkodott, szárnyánet enyhét kitárta, és úgy kiáltott bele a hajnalba énekét. Az égbolt fölött megjelenő csillag örömteli táncba kezdett. Az angyalok és a kakas énekére pörtült egyet, s magát megrázva aranyló porral hintette be a tájat. Énekét befejezve a kakas is közelebb merészkedett az istálóhoz. Felröppent az istáló ablakának párkányára, onnan az ökörhátára, majd a jászol szélére, rátekintett a jászolban fekvő csöpségre. A gyermek szemeiben, az angyalok tekintetében is túl tükröződő végtelent látta feltárulni. Gyermeki gőgicsérésében pedig valami olyan légieset és felemelőt tapasztalt, amelynek köszönhetően belső szárnyalásba kezdett. Térlátásának és szapora fejmozgásának köszönhetően egyszerre látta a jászol balján és jobbján álló állattársait, az ökröt és a szamarat, a jászol túloldalán ülő Józsefet és Máriát, az istálóba belépő pásztorokat, és ha nem is látta, de ismerte a múltat, a tegnapot. Azaz azt, hogy ő honnan jön. És a gyermek tekintetében meglátott, megsejtett valamit abból a titokból, amelyet a holnap, a jövő tartogatott számára, az egész világ számára. Az istálót körülvevő és az istálót betöltő angyali kórus ismét felhangzott. Glória! A kakas pedig, mint egy válaszolván mindenre, és elmesélvén mindazt, amit a jászolban és a gyermek szemében látott, így szólt. Hajnalodott. A nap vöröses izzásban lépte át ismét a horizontot, és kezdte meg égi vándorútját.
A gyermek egyszer csak kinyújtotta a kezét, és megérintette a jászol szélén álló kakas taraját. A kakas nem tudta leplezni megilletődöttségét, meghatottságának pirja arca helyett a tarajára ült ki. Azt mondják, azóta piros a kakas taraja, amely színében erre az új hajnal emlékeztet. Majd megérintette csőrét is, amely a mindeneket teremtő dicséretét zengte, ami pedig hirtelen aranyszínűre változott. Amikor a Jóisten azon tűnődött, milyen szerepet szálljon a kakasnak a világon, valami ilyesmire gondolhatott, hogy legyen valaki, aki minden egyes reggel tudtára adja a világnak, és emlékezteti az ott élőket a betlehemi éjszaka üzenetére. Kakas generációk váltották egymást az elmúlt 2000 év során. Mégis azóta a kakas minden reggel, még mielőtt a reggel hasadna, felszáll az udvar egy kimagasló pontjára, és így kiállt. Ha egyszer egy nap, amikor még hajnal előtt felkelsz, fülej bele a kakas énekébe, és idézd fel te is magadban annak a bizonyos betlehemi éjszakának az üzenetét.
Kedves fiúk, holnap hazautazás, karácsonyi szünet. Amikor így egy hosszabb iskola idő után hazamegyünk, néha olyan, mintha egy teljesen más világba érkeznénk. Ismerjük ugyan a nyelvet, a szokásokat, de minden kicsit idegen. Kell egy pár nap, mire a saját otthonunkban végre megint otthon érezzük magunkat. Azt hiszem, öreg diákként is hasonló lehet visszajönni Pannonhalmára. Szinte semmi sem változott, mégis egy kis időutazás. Kell egy kis idő, mire hozzászokunk, hogy már nem diákként mozgunk a folyosón, hogy már tegeződni kéne. Sőt, néha azon a mondaton kapjuk magunkat, hogy bezzeg a mi időnkben, a mi világunkban ez nem így volt. Aztán vannak, és egyre gyakrabban lesznek olyan találkozások, olyan élmények mindegyünk életében, ahol bár értjük a nyelvet, ugyanaz a kultúra, még talán a baráti kör is, de mintha egy másik világba tévednénk. Ahol a dolgok nem ugyanazt jelentik, ahol máshogy vannak a tények. Nem értjük, hogy amitől mi félünk, azt a másik miért gondolja áldásnak. És amit mi helyes, sőt, örömteli dolognak tartunk, attól miért fogja el a másikat a pánik, a kiszolgáltatottság. És sajnos ez, mintha nem úgy működne, mint az otthon, vagy itt Pannonhalmán, hogy pár óra, és már minden megint a régi. Hanem ez az idegenség, mintha erősödne. És ez lassan elveszi a reményt, a kedvet, hogy próbálkozzunk újra meg újra. Mintha láthatatlan, és egyre vastagabb falak húzódnának csoportok közöttünk. Azt mondják sokan, hogy a mi generációink, akik most itt együtt vagyunk, hogy erre fog rámenni az életünk. Egymásnak feszülő, külön világokban leszünk. A megértés minden reménye nélkül. Hát szerintem nem. És a karácsony, a megtestesülés az pont erről szól. Annak idején is ezt gondolták, hogy két teljesen különböző világ létezik. Isteni és emberi. A kettő között pedig nincsen átjárás. Hiába sok próféta, nincs megértés a két világ között. De ezt a világot, a miénket, Isten úgy szerette, hogy egyszülött fiát adta oda. Isten lépett, átlépte a saját világa határát, és átjött a miénkbe. Nem csak úgy látogatóba, hanem egészen végig. Krisztus már csak ilyen. Szerintem kétfajta ember van. Az egyik a Krisztus előtti, az adventi, aki vár. Aki várja, hogy valaki lépje már át az ő világa határait. Ő a Krisztus előtti ember. A másik fajta ember pedig a Krisztus utáni ember, a Krisztusi, aki képes kilépni a saját világából, a másikért. Kedves fiúk, talán mi még az adventben vagyunk, adventi emberek. De éppen mostanában, talán éppen a mostani élethelyzetünkben jön el, sőt kívánom mindannyiunknak, hogy jöjjön el a mi igazi, belső karácsonyunk. Köszönöm szépen. Thank you.
Köszönöm.